Üdvözlök újra mindenkit, ebben a videóban foglalkozunk újfent pár érdekességgel, ami a genetika vonalán kíván áttöréseket alkotni. Hát a Mandinerben van egy friss cikk, Neparácz készült, majd a linkjét beteszem a videóban, Lász, nyilvánvalóan nem a teljes cikkel fogunk, fogunk foglalkozni ebben a videóban. Viszont idéznék tőle egy rövid részletet. A bronzkori észak-afgán úgynevezett baktria margián archeológia komplex kultúra tagjainak genetikai nyomai észak felé vezetnek, és a vaskora az összes ázsiai szkítából kimutathatók. A vaskor végén pedig ezeknek döntő szerepük volt az ázsiai hun birodalom létrehozásában. Ez így igaz, ezt a kijelentést egy érdekességgel ö, szeretném kiegészíteni, és a Sors fintor ahogy a Mende Balázs ö, féle, hát ilyen ármánykodó, ö, lefitymáló kapcsán kérdezték pont Nepácky Endrét, és ezt a ciklészetet a kapcsolatban ejtette meg, hogy akár ezt is közölhette volna Mende Balázs, és én is mindig elmondom, hogy a Mende Balázs miért nem teszi közé a szóládi bronzkori e, bronzkorban elhúnyt ember maradványait, hát akkor ebből a videóból majd kiderül, hogy miért nem. De előbb nézzük meg ezt a képet, itt látszik harmadik Béla DNS-e, amely az RFT35000. A csoportba tartozik, mellette fölötte a nagyapjáé, tehát vakbéláé. És itt folybb látjuk az rarp 5-ös mezőt, amire ha ráklikkelünk, akkor kidobja azt a szerb mintát, illetve már rosszul is fogalmaztam, mert egész egyszerűen nem tudni, hogy az illető, aki a vajdaságból származik, az vajdasági szerb identitás ember magyar felmenőkkel apai ágon, vagy magyar identitású, magyar anyanyelvű és igen, ősi magyar ember. Csak annyit tudunk róla, mint ez kiderül, hogy Szerbiában van ez a Juznobacski okrug, hát ez a délbácska magyarra fordítva, és ott hát nem sok ideje élnek szerbek. És az biztos, hogy genetikailag magyar apai felmenői vannak az illetőnek, sőt, az Árpád ház legközelebbi rokonai. Most nem lehet azt mondani, hogy ő egy Árpádházi herceg lenne, de azt igen, hogy feltehetően abból a csúnyaszóval szóval fogalmazom, alomból származik, amelyből ugye az Árpádok is uralkodókat adtak. Hát tudjuk nagyon jól, hogy ez az E21-23-as nagyobb csoport, ez nem csak egyedül az Árpádok, ezt Karoson is megtalálták. Tehát Baskirokban ma megvan, ősmagyarokban, meg hát ennél a feltétlenül vajdasági magyar úriembernél is. Jó, tehát ez volt, itt már egy kicsit tágítottunk a rokonságon. Megyünk vissza az első er 51, itt lesznek a baskirok. Na itt már, ha lejjebb tekerünk, ez a rus, ez nem orosz, mert itt van, egy ruba, ez a baskorsztán, ugye, Republi respublika, ez a baskirok. És ez mind baski, ez fölösleges rámenni, ez mind baski egyén, tehát egyértelmű, hogy az Árpádok legközelebbi rokonsága a baskiroknál van, és ezt már ők jóval, a, mint Nepaláck és török Tibor, jóval a e, Nagy Péter, Kásler Miklós, e, olasz Judét, most nem, sorrendben mondom, hanem, hogy így fáradt a nevek, nemek. Féle. Kutatás, kapcsán ez meghatározásra került volna. Tehát ugrottunk hátra, és itt vannak a, a baskirokos. Hát itt is vannak egy régi, itt is vannak régebbi minták. Ja nem, ez nem az. Jó, mindegy. Valahol volt egy kazak mint akkor az följebb lesz. Már hogy kazaksztán területéről számoló mint az a helyes kifejezés. Ugye ez van a harmadik Béla. Tehát visszaugrunk el az RY2633-ra. Hát itt már elég érdekes oldalági rokonok jelentkeznek. Katarból, Irakból, Kínából, Üzbegisztán, Pakisztán. És itt van ez az a Kazaksztán területéről, ez a Hát ez is olyan. Hát year by presence az azt jelenti, hogy nem Krisztus előtt, hanem ennyi évvel ezelőtt. 2300 évvel ezelőtti lelet. Hát akkor ugye 2020-hoz viszonyítva, ez azért nem egy régi eh, minta lenne. Jó, ugrunk vissza az Y2632-re. Hát itt is ma élő Kuwait, Hawali, Irak, mi van a, megint ez a Katar, Irak, Kína Tehát ez amit az előbb végigzonglásztunk. Ezek már megvoltak, aztán egyel följebb az Y2746-nál, már India felé megyünk, tehát ez a Antara-Pradesh tartomány a bemélységek. Tehát elég érdekes. Közel-keleti és közép india területén járkálunk. És itt az egy 23 ugye ez az a apló csoport, ami ről Neparácki Endre azt mondta, hogy a baktria észak-afganisztáni bronzkori baktria margiana kultúr komplexum, ugye Krisztus 2500-ba járunk időben, tehát 4500 évvel ezelőtt, az fokozatosan észak felé terjedt, és az ázsiai szkíták szinte döntő haplocsoportja lesz ez. Feltetve innen kapták ezt a haplocsoportot az ázsiai szkíták, és az ázsiai szkíták pedig továbbadták a hunoknak. És ezt már nem csak a magyar kutatók állítják, hanem a franciák tőlük függetlenül a -Hun ázsiai birodalom területén találtak igenis az árpádokkal rokonítható Sziungnuh maradványt és hát a karosiakkal. Tehát honvisszafoglaló Magyarokkal is sokoníthat, és ezen a vonalon. És az érdekessége még ennek az évszázad 23-nak, hogy a hun avar magyar. Sőt, tovább megyek, az ázsiai szkíta, tehát baktriai, ázsiai skita, ázsiai hun, hon vissza, ö, avar, hon visszafoglaló magyar vonalon, ez a csoport az, ami közös pont. És mindig a közös pontot kell figyelni, genetikailag, hogyha régészeti, kulturális, és ott esetben még talán nyelvészeti kapcsolat is van népek kultúrák között. És akkor ugrunk erre az EU 23 ra hogy miért mondtam én ezt a Mende Balást, egyfajta. És bekerült ide a szóládi ősi DNS, a Krisztus előtt 1300-as időszakból, 1400 1300 időszakból, amikor a szóban forgó területen az úgynevezett tumulus kultúra volt, tehát ez a halomsíros kultúra volt abban találták meg, na ki volt a magyar oldalról a e, szerző ebben a publikációban, hát természetesen a Mende Balázs Gusztáv, és természetesen neki nem tűnt föl, hogy úgy néz ki, hogy már a bronzkor folyamán 3300-3400 évvel ezelőtt megjelent a kárpát -menet, tehát a Somogy megye, ugye Szólád település. Na, hogy találták ezt meg? Olaszországban az ottani akadémia, a Kolenyói, ez a település neve, Longobard, vagy Langobard, így is mondják, úgyis hosszú szakállat jelent, mintákat hasonlított össze a Dunántúli ö, Longobard, ö, vagy Langobard mintákkal. Hát nyilván ezek, azért érdekes, van az olaszokban ezek Lombard dál lesznek, és például Berengár, aki 899-ből lehet ismerős, amikor hát picit bedaráltuk, aztán utána már segédcsapatnak hívott minket. Ö, ő is Lombard vagy Langobard szám. Ugyanaz, mind a három, tök mindegy, hogy mondjuk, csak, az, csak az olaszországi Longobardokat nevezik Lombardnak. Na. És teljesen talált genetikai összefüggést, tehát igazolódott az, hogy ezek germán eredetű észak nép volt, és akik adták ugye az uralkodókat. De hát nyilván, amikor ott van több sír, mert több régészeti réteg egymásra épül, ott találtak avarsírokat, ava nő női sírokat például, és megtalálták egyedüliként ezt a szó S1-es bronzkori sírt. És nagyon úgy néz ki, hát nyilván erről a Mende Gustáv bácsi, Balázs Gustáv bácsi nem beszél, itt van, hogy Y 2746 alcsoportba tartozik, ami ugye a Z2123-ból ágazik le. Tehát innen lehet tudni, hogy Bakliából, ebből a mac, barna maci kultúrából, előbb éjszakra történik a vándorlás, majd létrehozza az egyetemes eurázsiai szkéta világot, és úgy néz ki, hogy ebből bekerül Európába is. És ez a zág lenne a szóládi, a kultúra. És én már ezer éve mondom, és most ez egyre jobban igazolódik genetikailag is, hogy a magyar őstötelte vagy kíváncsi írd be, hogy indo Arians, indo Európeans, és amit kidob a Google, szintast, Szintas, tehát Andronovot, Baktria Margiánát, Tumulust, akár Anfieldet, ki tudja még miket le nem indo európai -znak. Ott előbb-utóbb, ha nem is teljes egészében, de a magyarság őse biztosan ott lesz. Tehát, de például a szkitákkal kapcsolatban is persze, hát egyértelmű, hogy a Jamnajának vannak olyan leágazásai, amik tényleg a mai germánokig vezetnek, a mai keltákig. Tehát erre lehet azt mondani, hogy talán egy ilyen indoeurópai válett ág, de azt, azt nem tudják bevezetni, hogy maga a jamnai az volt -e, mert az indoeurópai nyelvek előtt is kellett valamilyen nyelven beszélni. És hát ezt ráfogni, az kitákra, az meg merő hazugság, hogy az indo-európai, mert ugyanúgy igen formálnak nyilván a török népek is, mert az ő etnogenetikájukban is benne van a szkítaság, főleg ugye az ázsiai szkítaság, csak azt nem szeretem, hogy egymás közt így felosztogatják, hogy jó, hát akkor a keleti uh, skíták azok türkök, vagy szakák, most már ez a az elnevezés, a nyugatiak lehetnek indoeurópaiak, és akkor a magyarok meg a kettő között a földre esnek, hát nem, nem, éppen erről van szó, hogy nem, sőt, mondom még egyszer, minket pont ez a szkíta vonal köt össze az ázsiai hunokkal, az európai hunokkal, az európai avar birodalom két korszakával, ugye a korai és késő és a Tárpád magyarjaival is. Úgyhogy ez lett volna a lényeg, hogy ezért hallgatta el Mende Balázs Gusztáv az akadémia képviseletében ezt az egyezést, és próbálja széttrólkolni, nem tudok jobb szót mondani, a Magyarságkutató Intézet Arheogenetikai részlegének munkáit többek között, mert tehát túl irányba mutat, és egyfajta ilyen Kárpát-merencei birtok levelet is kitol. Hát minimum 3300 évre, és ennél csak mélyebb lesz ez. De mondom még egyszer, ez a szóládi úriember itt, aki Somogy megyébe lelte halálát, Krisztus 1300-1400 körül, ez az úriember, ez pontosan onnan származott, onnan az Árpádok, a baktéria margiánai kultúrkomplexumból, és 4500 éve még ott éltek az ősei, 3300-3400 éve pedig már a Kárpát-medencében. De természetesen ez is csak genetikai rokonság, idézőbe a csakot, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel az uri ember, túl kevés ez az egy archeo ahhoz, hogy nyilvánvalóan arról beszéljünk, hogy itt a Magyarság népegésze jelent volna meg a Kárpát a Tény is való, hogy emberre válogatjuk ki, milyen vé, mélyre vezeti vissza a magyar gyökereket. Én nyilvánvalóan nem a baskiriai, biztos korabeli időkre, hiszen az már egy tőlszövetség volt, abban éltek valóban finnugorok, valóban türkök, valóban eh, különböző iráni nyelvű népelemek, de köztük éltünk, ugye mi magyarok eh, akkor még hunként, például, vagy egyesek szerint hun és szarmataként. Ezen is lehetne esteket tartani. És aztán nyilvánvalóan a mi krónikás hagyományunk azért nézetem szerint Baktriánál előbbre visszamegy időben, mert a, az, hogy Sinár és uralkodott Nimrod, az mezopotámia. A mezopotámia északi része, és itt igenis a a Magyarországon dolgozó Pam Jav, Horolma, nem tudom jól mondom el nevét, mongol származású van szó, ő is, illetve Underhill, mint külföldi szaktekinté, ezt már így pedzegették recens minták alapján, hogy valószínűleg a kura-araxesz kultúra harmadik régészeti réteg, ami időben megelőzi a baktérium margán a kultúrát, valószínűleg ez a kultúra áramlik irányon keresztül keletre, és lesz a Baktéa, és ez nekünk feküdne az őstörténeti monda, mítikus monda világ, a kapcsolatban is. És az is tényleg régészet is ismerteti, hogy itt bizony halomsírok jelennek meg Kisztus 5 3000 környékén. És akkor bejön a képbe Szent Jeromos, aki szerint magyaroknak nem Nimród az őse, hanem Mágóg, aztán jön Flavius közlése. Josephus Flavius, hogy a mágóg alapította a mágógokat, akik magukat szkítáknak, nem, nem ezeket hát egyértelműen a magyar népnévről van szó. És ő, Jáfet fiaként Európából származtatja mágógot. És ha azt nézzük genetikailag, etnogenetikailag, akkor valóban ez a zsinódiszes kultúra, ez Kelet-Európában él, és talán ez a legrégibb ezen az eredjáfán. És ha ugye tőle nyugatabbra leledző, tripolje, kukutyeni kultúra, báden kultúra, vagy egy picit kukutyeni, talán régebbi globuláron aztán fönn a fánor béket. Ezek azért összefüggő kultúrák voltak, tehát nem lehetett olyan élesen elhatárolni őket egymástól, akár etnogenetikailag vagy embertalanak sem.